Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a harmadik adventi gyertyagyújtásunkon. Benne vagyunk adventben. Szép ez az időszak, szép a készülődésünk. Kívánom mindenkinek, hogy sok kegyelmet hozzon ez az adventi időszak, hogy segítse a felkészülésünket karácsony titkának megünneplésére. Újjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, tört át az ég, zárt ajtaját, bár a világ sóvár barát. Evangéliumi szakasz Szent Máté evangéliumából. Miután a napkeleti bölcsek elvonultak, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked. Herodes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt. Erről fölkelt, éjjel magához vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba. Ott volt Herodes haláláig, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott, Egyiptomból hívtam az én fiamat. Karácsony ünnep körében, amikor minden a szívünkhöz szól, az ünnep körülményei, az ünnep melege, a gyermek születése, a kisded ártatlansága, elképesztő kontrasztként állott Heródes örjöngése, Heródes király paranoiája, hogy félti a hatalmát egy újszülöttől, mert azt jövendőlték róla, hogy ő lesz Izrael királya. Adventi várakozásunk nem merülhet ki tétlen várakozásba. A várakozás az cselekvéssel teli. Cselekvéssel teli akkor is, amikor csöndben vagyunk és befele figyelünk. És nyilván cselekvéssel teli akkor, amikor a csöndben meglátjuk azt, hogy mi a teendőnk, és azt megtesszük. József egy ilyen ember volt. Tudott várakozni csendben, hogy Isten szóljon. De amikor szólt Isten, amikor az angyalon keresztül megtudta, hogy mi a teendője, akkor cselekedett. József férfi ember volt.
aki tudta, hogy mi a tennivalója, és gondoljuk át, ha nem így tesz, akkor az egész üdvösség történet nem tudjuk, hogy hogyan alakulhat. Hiszen Heródes megöletett minden 2 évesnél fiatalabb fiúgyermeket Betlehem környékén. Mária szintén a kellő időben tudott dönteni és cselekedni, az igére, a szóra, amit az angyaltól kapott, arra igent mondott, és utána ráhagyatkozott arra, hogy Isten cselekedjen, hiszen minden szempontból felülmúlta őt az, amit befogadott. Ő ráhagyatkozott innentől kezdve Istenre, és akit Isten küldött, számára Józsefre. És József még azon az éjszakán fogta Máriát és a gyermeket, és menekültek Egyiptomba. Menekültként éltek Egyiptomba, és Heródes király halála után tértek vissza hazájukba, és telepedtek le Názáretben. Adventi időszak a várakozáson, a csöndben levésen túl legyen olyan időszak is az életünkben, amikor Józseffel tudunk döntést hozni, hogy mit kell tennem az életem. Izaiás próféta könyvéből, így szól az Úr Isten, íme az én szolgám, íme az én választottam, kiben kedvemet találom, őt támogatom, reáadtam lelkem, igazságot visz majd a nemzeteknek, szelíden járja útját, és nem emeli föl hangját az utcán. Megtört nátszálat nem zúz össze, füstölgő mécset nem volt majd ő ki, hűség vezeti a tanításban. El nem lankad ő, és kedvét nem veszti, amíg tanítását nem hinti el, szavára vár az egész föld. Testvéreim, kérjük Jézus Krisztust megváltónkat, aki az út, az igazság és az élet. Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk! Magasságbeli fia, akiről Gábriel hozta meg a hírt Máriának, jöjj és uralkodj népeden! Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk! Isten szentje! Érkezésedkor fölújongott Erzsébet méhében a keresztelő. Jöjj, add meg a világnak az üdvösség örömét. Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk. Megváltó Jézusunk, nevedet angyal mondta meg Józsefnek, az igaz férfinak. Jöjj, váltsd meg bűneitől népedet. Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk. Világ világossága, te rád vár Simeon, és vele minden igaz ember, jöjj, vigasztalj meg bennünket. Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk. Örök napunk, Zakariás jövendőlése szerint, te látogatsz meg bennünket a magasságból. Jöjj, világosítsd meg azokat, akik a halál árnyékában élnek. Megváltó Krisztusunk, jöjj, maradj velünk! Bizalommal a szívünkben imádkozzuk el az Úr imáját.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.